Sok szeretettel köszöntöm kedves közönségünket a 2018-19-es tanév évzáró ünnepségén. Köszöntöm növendékeinket, tanárainkat, a kedves szülőket, a megjelent kerületi és szakmai vezetőket és minden szervezetünket. Különleges tanév van mögöttünk, melyet iskolánk 50 éves jubileumának szenteltünk. Sohányi rendezvény, koncert, kiállítás és házi verseny nem volt még egy tanévben. Idén szerettük volna megmutatni, milyen sokszínű, mégis egységesen magas színvonalú munka folyik iskolánkban. A különleges jubileumi rendezvények mellett növendékeink a korábbi tanévekhez hasonlóan ugyanúgy részt vettek regionális és országos versenyeken, szakiskolai felvételiken, sőt ebben a tanévben különösen is sokat jelentkeztek művészeti szakgimnáziumba és tettek sikeres felvételi vizsgát. Tegnap a Vigyázó Sándor Művelődési Ház színpadán adtuk át a Bartók díjakat, valamint a jutalmakat és okleveleket azok számára, akik ott vették át a bizonyítványukat. Ma folytatjuk a jutalmak átadását iskolánk legeredményesebb növendékei részére. A bizonyítványokat iskolánk tanárai a műsor és a díjátadás után fogják kiosztani. Első műsorszámunk jubileumi tanévünkhöz kötődik. Számos olyan koncert, rendezvény volt idén, melyre visszahívtuk volt növendékeinket, hogy hozzák el képzőművészeti alkotásukat, vagy zenéljenek velünk szólistaként, vagy egy zenekar tagjaként. Ünnepi gála koncertünkön a vonós zenekari produkció olyan nagy sikert aratott, hogy volt növendékeink együtt maradtak, és próbálni kezdtek Lácságnes vezetésével, hogy minket most egy filmzenével örvendeztessenek meg. Következik tehát volt vonós növendékeink zenekara. A világhírű filmzeneszerző Hans Zimmer művét játsszák, a Szilaj, a Vadvölgy paripája című mesefilmből. A két tétel címe Otthon és úszás. Koncertmester Temesvári Bence, vezényel Lács Gusztáv Lé. Thank you.
A 14. Alba Regia Karmakmarad zenei versenyen két csoportunk is döntőbe jutott. A most következő műsorszám különlegessége az is, hogy iskolánk tanára a zeneszerző. Décsi Magdolna műve következik, a címe Fehér Rózsa Mária, amely egy népi ima feldolgozása. Növendékeink a verseny regionális válogatóján ezüstdíjat szereztek. Előadják Baktai Alina zongora, Bélteki Zsófia oboa, Lukács Dalma ének, Kelemen Máté cselló. Felkészítő tanárok T. Baranyi Krisztina, Gáspár Rita, Jutasi Miklós és Décsi Magdolna. Tartottuk meg évzáró ünnepségünk első részét a Vigyázó Sándor Művelődési Házban.
a művészetekkel, a jövő emberiért egyesület által 2015-ben megalapított Bartók Béla díjat is itt adtuk át, melyet a Bartók díj kuratóriuma adományoz minden évben egy növendéknek és egy pedagógusnak éves teljesítményük alapján. Engedjék meg, hogy ismertessem a jelölteket és a díjazottakat. A szakmai munkaközösségek a 2018-19-es tanévben a következő tanulókat jelölték a Bartók díjra. Akordikus tanszak Elek Márton, billentyűs tanszak Ézsiás Dorka Panna, fafúvós tanszak Horváth Karalsz Viktória, jazz tanszak Győri Kristóf és Nónius Gábor, népzene tanszak Kelemen Anna, részfúvós tanszak Csizmadíjas Alán, tárcs művészeti tanszak Balogh Katica, zeneismeret vokális tanszak Horváth Karalsz Viktória. Az idei díjat Horváth Karalsz Viktória kapta. Horváth Karalsz Viktóriát a zeneismeret tanszak harmadszor jelölte Bartók díjra. Idén a három évente megrendezésre kerülő harmadik budapesti Járdányi Pál szolfés és népdal éneklési versenyről két díjat hozott el. Szolfésből a legnehezebb kategóriában első helyezést és népdal éneklésből harmadik helyezést ért el. Bátran mondhatjuk, hogy ebben a tanévben Budapest egyik legnagyobb szolfés tudással rendelkező tanulója a Bartók Béla Művészeti Iskola növendéke. Iskolánk 50 éves jubileumi koncertsorozatán szólót énekel Décsi Magdolna és Gyarmati Károly szerzői estjén. A hármas határhegyi dalos találkozó rendszeres fellépője, mint énekes és fúvolista egyaránt. Ebben az évben a Bartók Napok Gála műsorán három műsorszámban is szerepelt fúvolistaként és a balettanszak növendékeként. Viktória idén befejezi a Bartók Béla Művészeti Iskolában tanulmányait, zenei pályára megy. Felvételt nyert fúvola és szolfészen elmélet szakra is a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Ennek is köszönhető, hogy a Bartók díj történetében először valakit két tanszak jelöl, hiszen nem csak a zeneismeret, hanem a fafúvós tanszak is úgy ítélte meg, hogy Horváth Karalsz Viktória idén a legérdemesebb erre az elismerésre. Horváth Karalsz Viktória tudása nagyon sokrétű. Énekel, fuvolázik, zongorázik és balettozik. Évek óta folyamatosan szerepel szinte minden rendezvényen, koncerten, növendékhangversenyen, mint fuvolista, balettos és szólóénekes, valamint a Piccolino és az Ifjúsági Fuvolzenekarnak is tagja, és énekelt a Bartók Béla gyermekkarban is. Szívből gratulálunk! Szakmai munkaközösségek a 2018-19-es tanévben a következő pedagógusokat jelölték a Bartók díjra. Akordikus tanszak Mirák József, billentyűs tanszak Karcu Beleonóra, fafúvós tanszak Németh Hajnalka, jazz tanszak Gyárfás István, részfúvós tanszak Harsányi Péter, társművészeti tanszak Brejkovné Losovi Beáta, vonós tanszak Krajcsikné Endrédi Zsófia, zeneismeret és magánének tanszak Tébaranyi Krisztina. Az idei Bartók díjat Brejkovné Losovi Beáta kapta. Brejkovné Losovi Beáta 20 éve megalakulása óta vezeti iskolánk társművészeti tanszakát. Vezetése alatt nem csak szakterülete a képző és iparművészeti csoportok, hanem az egész tanszak hatalmas fejlődésen ment keresztül. Balettanszakunk sikerei országos jelentőségűek, vizsgálóadásuk egyben az évben is lenyűgöző művészi és szakmai színvonalon valósult meg. Iskolán képzőművészeti tanáraként Brejkovné Losovi Beáta minden évben rendkívüli sikereket ért el, ez az év pedig talán mindközül a legkiemelkedőbb. Mindjárt a tanév legelején az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztály vadonleső programja által meghirdetett az év emlőse a Földi Kutya rajzpályázaton képzőművészeti tanszakunk 21 növendéke csoportos díjban részesült. Iskolánk 50 éves jubileuma tiszteletére rajzpályázatot hirdettünk, melyre a kerület iskoláiból 88 pályamű érkezett. A hatalmas érdeklődésnek köszönhető tanszékvezetőnk magas szakmai színvonalú munkájának a versenyen részt venni, azon eredményt elérni valódi szakmai értéket tükrözött. Jubileumi évünk sok terhet rót a képzőművészeti tanszakra, melyeket mind a legmagasabb színvonalon oldottak meg. Az egységes arculat kialakítása, valamint az iskola díszítése Brejkovné Losovi Beáta szervező és szakmai munkájának eredménye. Május 17-én és 18-án került megrendezésre a 6. országos grafikai verseny Badacsony-Tomajon. Brejkovné Losovi Beáta felkészítő munkájának köszönhetően iskolán növendékei nem csak könnyen
idén megértették a feladatokat, hanem egészen fantasztikus eredményekkel tértek haza. Négy növedékünk jutott a döntőbe, mind a négyen helyezést értek el. Két második, egy harmadik és egy külön díjat hoztak el. Ebben az évben tanítványai közül ketten is felvételt nyertek SZAB gimnáziumba. Rabi Júliát rengeteg jelentkező közül 8. helyen vették fel a Képző és Iparművészeti Szakgimnázium divat és stílus tervező szakára, Balatoni Annát pedig 400 jelentkező közül a 2. helyen ugyanennek az iskolának a grafika szakára. Szonyogi Anna a képzőművészeti tanszakunkon elsajátított tudásának köszönhetően a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karára nyert felvételt. Az év végéhez közeledve május 15-én a Csekoszki Árpád Művelődési Házban képzőművészeti tanszakunk 20. születésnapja tiszteletére jubileumi kiállítást rendezett. Növendékeink vizsgamunkái mellett a tanszak régi növendékeinek alkotásai is megtekinthetőek voltak. Grafikák, makettek, egy animációs film, ruha és jelmeztervek, brand design és még sok lenyűgöző műalkotás. A kiállítás minden része a legmagasabb szakmai színvonalról tanúskodott, bármilyen galériában megállta volna a helyét. Breikoffné Losovi Beáta az elmúlt 20 évben egy folyamatosan fejlődő, számtalan szakmai sikerrel bíró családias közösséget épített. Sok szeretettel gratulálunk! Hagyományainkhoz híven most szeretnénk az idei tanév legeredményesebb tanulóinak egy-egy oklevéllel és ajándékkal megköszönni, hogy elkötelezett munkájukkal örökbítették iskolánk jó hírét. Tisztelettel felkérem Tóvári Perémi Orsolya intézményvezetőt, hogy adja át a jutalmakat. Kérem, aki hallja a nevét, fáradjon ki és vegye át az oklevelet és az ajándékot. Baktai Alina Luca. Az Alba Regia Országos Kamaraverseny budapesti válogatóján ezüst minősítést kapott. Tanára Gáspár Rita. Belcsák Bertalan a Farkas Ferenc Országos Zongoraversenyen 3. díjban részesült. Tanára Karcub Eleonóra. Ézsiás Dorka Panna, az Alba Regia Országos Kamarazeneverseny budapesti válogatóján ezüst minősítést kapott, valamint a Farkas Ferenc Országos Zongoraversenyen 3. díjban részesült. Fellépett az iskola számos rendezvényén. Tanára Gáspár Rita. Fodor Zsófia. A kerületi népdal éneklési versenyen kiemelt aranyminősítésben részesült. Tanárai Gubinec Ákos és Takács Nagy Jázmin. Füzes Boglárka a kerületi népdal éneklési versenyen kiemelt aranyminősítésben részesült. Tanárai Gubinec Ákos és Takács Nagy Jázmin. Horváth Karajz Júlia. A 3. budapesti Járványi Pál szolfés és népdaléneklési verseny döntőjén szolfésból 1. díjat, népdaléneklésből 3. díjat kapott. Fuvolásként szerepelt a Bartók Napok jubileumi gála koncertjén. Tanára Décsi Magdolna. Kelemen Anna. A kerületi népdal éneklési versenyen kiemelt aranyminősítésben részesült, továbbá a budapesti népdal éneklési versenyen aranyminősítésben részesült. Tanárai Gubinec Ákocs és Takács Nagy Jázmin. Németh Borbála. A 7. országos hangjegykártya versenyen Esztergomban aranyoklevélben részesült. Tanára Krajcsikné Endrédi Zsófia.
Németh Boglárka, Szilágyi Emese felvételt nyert a Fóti Művészeti Szakgimnázium és Gimnázium néptánctagozatára. Tanárai Kalina Veronika, Leskó Dai Tercia, Leskó Gábor és Őse Adrián. Vég György, az Alba Regia Kamarazenei verseny döntőse volt, fellépett jubileumi gála koncertünkön és az Országos Nagybőgő Fesztiválon nagy sikerrel. Tanára Krajcsikné Endrédi Zsófia. Kérem fáradjanak a színpadra, akik számtalan rendezvényen voltak segítségünkre a jubileumi tanév során, nekik is szeretném megköszönni a munkájukat. András Iringó, Gereci Veronika, Hitz Dorottya, Kalla Kamilla, Katona Dóra, Katona Bence, Korcsok Diana, Lengyel Sámuel, Németh Anikó, Hünkösti Anna és Selmeci Rebeka. Végül szeretnénk még egy oklevelet átadni, melyel hagyományosan az iskola legeredményesebb tanszakát köszöntjük. Az iskola vezetőségének döntése alapján a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola legeredményesebb tanszaka a 2018-19-es tanévben a zeneismeret tanszak volt. Számos felvételiző felkészítése mellett rengeteg munkát vállaltak jubileumi tanévünkben. Sok-sok versenyen vettek részt, mindegyiken nagyszerű eredménnyel. Fáradtságot nem kímélve készültek fel a jubileumi gálakoncertre, a pedagógus napi műsorra és a pünkösdi kórus találkozóra. Évek óta aktív fellépői a Madarak és a Fák napja alkalmából megrendezett Hármashatárhegyi dalos találkozónak. Idén csatlakozott hozzájuk az iskola legfiatalabb zenekara, a Fúla zenekar, melynek vezetője Németh Hajnalka, akinek munkáját Krajcsikné Endrédi Zsófia segíti. Ők ketten ebben a tanévben az iskola és a tankerület kiemelt pedagógusa címre lettek jelölve. Kérem a tanszékvezető Décsi Magdolnát, hogy fáradjon ki és vegye át az oklevelet. A szolfés tanszak tanárait pedig kérem, hogy álljanak fel, hogy egy tapsal köszönhessük meg nekik ezt a hatalmas munkát. A következő műsorszám előadói szintén az Alba Regia Kamarazenei verseny döntősei voltak. Vég György és Ézsiás Dorka Anna Sugár Rezső Téma és Variációk című művét adják elő. Felkészítő tanárok Krajcsikné Endrédi Zsófia és Gáspár Rita.
A 2018-19-es tanév iskolánk 50 éves jubileumi tanéve számára a képzőművészeti tanszakunk volt növendékei, Páncsiti Lídia és Tóth Boróka egységes arculatot terveztek. Ennek egyik legszebb része egy emlékplakett, melyet iskolánk tanára Bodnár Henrietta készített el. Sok-sok példányban energiát és fáradtságot nem kímélve. Ezekkel az emlékplakettekkel köszöntük meg az év során vendégeink és tanáraink a fellépő művészek munkáját. Vannak néhányan, akik még nem kaptak ilyen plakettet, pedig sokat dolgoztak a jubileumi tanév sikerén. Kérem, fáradjon a színpadra! Elsőként a vonós tanszak tanárai, akik még nem kaptak plakettet. Ádám Marian, Mohai Anna, Nagy Veronika és Tafka Éva. Concerto Filharmonia zenekar oszlopos tagjai számos gyönyörű koncerttel örvendeztettek meg bennünket ebben az évben is. Ezen kívül segítik az ifjúsági vonószenekarok munkáját, kamarazenei műveket készítenek elő, építik iskolán közösségét. Kérem, most fáradjanak fel zongora tanáraink. Nagy Gabriella, Tarsa és Zsuzsanna, Valastyán Ágnes. Ők zongora tanárként nem a zenekari munkát segítik, hanem a háttérben különféle feladatok elvégzésével segítették a jubileumi év rendezvényeinek megvalósulását. Vegye át plakettjét Gál Bettina. Iskolán néptánc szakának tanára számos fellépés, gála és népzenei majál is előkészítő, betanító munkájában vett részt. A kicsik néptánc csoportjainak elkötelezett pedagógusa, akinek a munkájáról csak a legnagyobb elismeréssel és hálával szólhatunk. Zeneismeret tanszak tanárai közül kérem, hogy fáradjon ide Máté Dévai Gyöngyi és Tóth Gáborné. Tanárai közül kérem, vegye át a plakettjét Iványiné Renge Kinga és Szabó Vivien. Kollégáik a jubileumi balettesten vették át plakettjüket, nekik pedig most szeretném megköszönni ezt a magas színvonalú szakmai munkát, amelyel iskolánk balettanszakának szakmai és közösségi életét építik.
Hagyományi iskolánkban, hogy minden évben átadjuk a legeredményesebb együttesnek járó díjat. Az iskola vezetősége úgy döntött, hogy ebben a tanévben a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola legeredményesebb együttese az ifjúsági jazz zenekar. Iskolánk ifjúsági jazzzenekara rengeteget fejlődött az elmúlt években. Idén a jubileumi gála koncerten két rendkívül összetett műsorszámban is felléptek, és közreműködtek a pedagógus napi műsorban is. Megkérném Hegyi Tibort, az együttes vezetőjét, hogy fáradjon ide és vegye át az oklevelét. Utolsó fellépőjét bekonferálnám, szeretném emlékeztetni önöket, hogy itt az udvaron, valamint az iskola tantermeiben vertik át növendékeink bizonyítványaikat. Mai műsorunk utolsó fellépői átvezetnek bennünket a vakációba. Következzék a Botond improvizációs tím. Két számot adnak elő, melynek címe Saturnália és Aporia. Akik előadják, Beke Ambrus, Westerbombi Mihály, Szabó György és Botond Gyula. Elköszönöm önöktől a konferáló Sajó Ábel. Kívánok mindenkinek jó pihenést a nyára, köszönöm, hogy jelenlétükkel és figyelmükkel megtisztelték évzáró ünnepségünket.